a többség az azért dolgozik, hogy a testének jó legyen. A testének jó legyen. Mit értünk ezen? Jól lakjon, akkor pihent legyen a teste, akkor mit tudom én, megitassa, ne legyen szomjas, most ezt alkoholos értelme is lehet érteni. Szóval akkor ugye szórakoztassa a testét, nem? Lásson olyan dolgokat is, amivel dicsekedhet, tudod, amit esetleg más nem lát. Hát gyakorlatilag erről szól az emberek élete, és ezért dolgoznak. Hát én sose dolgoztam ezért. Sose, megmondom őszintén. Tehát nekem ez így kevés volt. Tehát kevés volt. Tehát én úgy éreztem, hogy ez kevés. Tehát ugye amikor jobban ment, bármikor életünk során, akkor mindig volt csapat. Tehát én azért kezdtem el az olyan típusú tevékenységet, hogy csapat, mert én rájöttem arra, hogy valami olyat kell az embereknek nyújtani, ami az embereknek szükségük van rá. Tehát tehát mit tudom én, volt olyan időszak, hogy értsétek, volt olyan időszak, hogy anyagilag rossz helyzetben voltunk, ez általában váltás környékén volt mindig. Tehát mikor váltottunk profilt. És akkor nejemnek mondtam, hogy engem nem érdekel az, hogy hogy állunk anyagilag, engem az pénzzel abszolút hagyjál békén. Nekem az a dolgom, hogy én teljesítsem, amit nekem teljesítenem kell, és ha én teljesítem azt, amit nekem teljesítenem kell, akkor lesz pénz is. Tehát én nem foglalkoztam soha azzal a kérdéssel, hogy mennyi pénzünk van, érted? Ha megkérdeznéd, hogy mennyi tartalékunk van, nem tudnám megmondani, fogalmam nincs. Tehát nem érdekel, ezek nem érdekelnek. Tehát az se érdekelt, hogy mennyi pénzt keresek, érted? Az se érdekelt. Valahogy ez már évtizedek óta így van. Érted? Tehát én azt tudom, ez egy szabály, én ezt javaslom mindenkinek. Jó, ezt írjátok föl, mert érdemes. Ha olyan dologgal foglalkozol, amire az embereknek szükségük van, akkor te se jársz rosszul. Kész, ennyi. Érted? Tehát amivel embereken segítesz, tehát a foglalkozásod olyan, ha jót teszel másoknak, akkor te se jársz rosszul. Ennyi. De most foglalkozás szinten nyilván. Tehát nem foglalkozás mellett, nem erről van szó. Foglalkozás szinten. És én erre már nagyon rég rájöttem, még a 90-es évek legelején, 91-ben, hogy ez így működik. Tehát hogyha én olyat nyújtok az embereknek, ami az embereknek jó, akkor én se járok rosszul. Ennyi. És hogy milyen mértékben járok rosszul, az nem érdekes. Vagy jól akarom mondani.